estét kívánok, köszöntöm a hajrá nézőit. Új edzőpáros irányítja a következő szezontól a Deac jégkorong csapatát. Vasnyin Artyom és Bert Ákos néhány éve még játékostársak voltak Debrecenben, most viszont már edzőként dolgoznak együtt a csapat sikeréért. A mai adásban a két fiatal szakemberrel beszélgetek. Sziasztok srácok, köszöntelek titeket itt nálunk. Hát, Ákos, te már ugye gyakorlott vendégünk vagy itt az elmúlt időszakból, Tyom viszont téged most köszönhetlek itt először, mint ráadásul a Deac vezetőedzője itt a műsorban. Hát gratulálunk ez a kinevezéshez, ugye az utánpótlás Fehérvári Akadémia utánpótlás csapatától érkeztél, de hozzánk Debrecenbe, játszottál már itt többek között Ákossal 14 és 17 között. Picit a döntés hátteréről, hogyan is alakult ki ez a kapcsolat, és miért döntöttél úgy, hogy picivel elrébb jössz és Debrecenben folytatod a munkát? Ó, nehéz kérdés. Igen, dolgoztam U21-ben, ugye az a legutolsó korosztály felnőtt előtt, és lehetősége volt utolsó két évben a Bogdanov Anatóli mellett dolgozni a Fehérvári Erste Ligás együttes mellett, mivel Nemzeti Akadémiában az a szabály, hogy 75%-a játékosoknak U21-es korúnak kell lenni. Igazából a mi játékosaink voltak nagy rész, sok időt töltöttem velük, úgyhogy azért belekóstoltam utóbbi két évben ebben a felnőtt világba, és amikor jött a megkeresés, akkor már előtte is éreztem, hogy azért kipróbálnám magam egy kicsit magasabb szinten, úgyhogy örültem neki. Nem volt egy nehéz döntés, inkább a családi hátteret kellett valahogy összeegyeztetni. És megbeszélve a fehérvári vezetőséggel támogattak, úgyhogy elég hamar megszületett a döntés. Milyen volt visszatérni Debrecenbe? Hát mit, hogyha el sem mentem volna, igazából nem sok minden változott, annyi, hogy átkerült a felnőtt öltöző másik helyre, de az egész ugyanolyan. És hát megkaptad magad mellé Ákost, akivel éveken keresztül még ugye a játékosként is szerepeltetek. A te szempontodból, Ákos, hogy milyen lesz ez a következő fejezete, ugye az utánpótlásban dolgoztál az előző évben, és hát előtte pedig ikonikus játékos, a csapatkapitánya voltál a Deacnak, most egy újabb szerepkörben tetszelegsz te is. Igen, ugye úgymond még zöldfülű vagyok az edzősködés tekintve, de ugye volt szerencsém tavaly az U16-osokkal lehúzni egy szezont, amit nagyon tetszett, és nagyon köszönöm nekik, remélem, hogy nekik is, és nekem is a hasznunkra vált. Ugye nem rég hagytam abba, úgymond, csak egy szezon választ el az utolsó évemtől, úgyhogy még azért nem kerültem olyan messze a felnőtt az Erste Liga világától. És így, hogy olyan vezetőedző van előttem, akivel ugye ismerjük egymást, és megvan a bizalom, meg az elképzelések, és ahogy régebben mondtam, stimmelnek, és egyedül talán a stílusban vagyunk egy kicsit, úgymond kiegészítjük egymást az Artyommal, úgyhogy remélem, hogy tudom úgy segíteni a munkáját, hogy egy sikeres szezon legyen, ha szezon végén jönnénk ide, és megkérdeznek. Milyen volt a játékos igazolás itt az elmúlt időszakban? Azért az elmúlt évekhez képest láthattuk, hogy sokkal mozgalmasabban telt ez az időszak. Nem volt egyszerű, mivel nem volt tapasztalatunk nagyon a felnőtt játékosok terén. Utánpótlásba hoztam már elég jó sokat a klubba, de felnőttben kicsit másképp működik. Illetve a csapat több mint a fele kicserélődött, próbáltuk a debreceni srácokat itt tartani, és mellők építeni vagy hozni a külföldieket. Érdekes volt. Sok kihívás volt, rengeteg munka, nem is gondoltunk volna, hogy ez a része ennyire bonyolult és nehéz, de szerintem kihoztuk a maximumot ebből. Karakter szempontjából mondjuk milyen játékosokat kerestetek? Ugye látjuk, hogy most az előző évekhez képest, amikor volt mondjuk egy cseh mag, most ugye van cseh, de van fehér orosz, tengeren túli lett például, tehát vannak azért egész vegyes bagázs van. Karakter stílus szempontjából hogyan válogattatok? Hát most változatos lett. Szóval az a lényeg, nekünk az volt a lényeg, hogy ne legyen, mondjuk, ha találtunk volna 10 NHL-es játékos, akkor lehetett volna egy NHL-es klikk, annak nagyon örültünk volna, de azért a büdzsé a meghatározó ilyen szempontból, és utána az Artyomnak is, és a mi kapcsolatrendszerünkkel megpróbáltuk azért az előző állomásaiket a játékosoknak megkérdezni, feltérképezni, hogy személyiségben milyenek,
illetve hogy nekünk mire van szükségünk, és hogyan tudnak alkalmazkodni majd az itteni viszonyokhoz, vagy a ligához. Úgyhogy sokat nem aludtunk ebbe az időszakba szerintem, de szerintem, ahogy így elnézve a srácokat, ugye az első napon már túl vagyunk, első pár napon, szerintem sikeresen ment az igazolások, aztán hogy majd evés közben derül ki, hogy hogy sikerült ez a dolog, de mi is volt a kérdés az elején? Teljesen jó volt a kérdés, és meg is válaszoltad. Köszönöm, hát végül is valamiért ezért fizetnek. Ugye itt már elkezdtetek a munkát a napokban, most már mindenki itt van, a külföldiek, és milyenek az első benyomások? Most ugye még igen nem vagytok, az majd egy két hét, most még a szárazföldi munka vár rátok. Egy játékos hiányzik, még ő a héten érkezik, reményeink szerint. Tegnap volt az igazi első edzés. Nagyon meg voltunk elégedve, mindenki belállt a munkába, azért látszott, hogy talán hiányzott egy kicsit a csapat felkészülés, egyéni programot rendesen csinálták, az is a tesztek alapján kiderült, de talán a futás részét kicsit elhanyagolták, de mindenki belállt, a külföldiek is, úgyhogy mindenkivel elégedettek vagyunk, de még csak egy nap telt el úgymond az edzőtáborból. Nagyon messze van még a bajnoki rajt, hogy a szeptember 29-dik. Ahogy látjátok a többi csapatot, mennyire kezdtétek már el feltérképezni, hogy milyen a mezőny, és ebből adódna majd a következő kérdésem is, hogy tavaly ugye nem jött össze a playoff, hogy látjátok, hogy most mik lehetnek a célok, és mik is a célok. Gyom, veled kezdünk. Figyeljük a többi csapatot, illetve nagyon sok olyan játékos lett leigazolva Erste ligába, akivel mi is szemeztünk, de végül is másképp döntöttünk. A végén volt nem titok, akiről lemaradtunk, nem is egy olyan játékos volt. Biztos vagyok benne, hogy fordítva is történt, hogy előbb ittük el valakit, mint az ellenfeleink. Talán még erősödött is egy pár csapat, ezt látjuk. De Márkus is mondta, hogy szezon közben fog kiderülni, illetve szeptember végén már az edzőmeccseken, hogy mi hol tartunk többiekhez képest, milyen a keretünk többiekhez képest, illetve azért sok csapatnál még vannak üres helyek, vagy csak nem, nincsenek bejelentve a játékosok. Szóval mi is kíváncsiak vagyunk, hogy mire lesz elég. Játékstílusban mire számíthatunk? Játékstúlusban? Hát ez elég korai kérdés, még először a játékos. Akkor mi a cél? Ismerve titeket két támadó játékos. A célt azt ugyanúgy, ahogy az előző szezonokban ugye mindig kérdezted volt, előre nem lehet jósolni. Nyilván nekünk az a célunk, hogy a playoffba bejussunk a rájátszás. A rájátszásba igazából mindegy, hanyadik helyen jutsz be, első vagy nyolcadik. Ugye az NHL-t is, ha megnézzük, aki majdnem veretlen volt a Boston az első helyen, és a szépen bejutó Florida elgázolta, úgyhogy igazából az már egy másik történet a rájátszás. A szezon lebonyolítással tekintve pedig azért nem mindegy, hogy hanyadik lesz egy csapat az alapszakaszban, mert ugye az utolsó kör az egy kicsit meg van bonyolítva most, úgyhogy remélhetőleg élvezetes lesz már az első mérkőzésektől is a bajnokság, és nem lesznek ilyen fekete lyukak, hogy valamelyik csapat rápihen valamelyik etapra a bajnokságba. És mi se fogunk, nyilván minél előrébb szeretnénk végezni, meg kell ismernünk a játékosokat, úgy nagyjából tudjuk, hogy ki mire képes, de potenciáját tekintve azt megmondani, hogy most hova predesztináljuk a gárdát, ez nyilván függvénye annak, hogy mit látunk majd a jégen, belőlük optimisták vagyunk, meg a srácok tényleg oda teszik magukat, Úgyhogy meglátjuk majd erre a kérdésre, hogy szeptember-október környéken meg könnyebben tudunk válaszolni. Hát akkor meghívlak akkor is titeket. Zárszóként itt néhány gondolatban a felkészülési mérkőzések, ugye, ha jól számoltam, 7 lesz, cseh, szlovák és magyar ellenfelekkel is. Milyen ellenfelek ők, mennyire hasznosak lehetnek majd itt a felkészülés vége felé a számunkra? Augusztus ellenfeleink papíron nálunk erősebbek. Mi direkt úgy választottunk, hogy könnyű meccs ne legyen augusztusban. Ugye maga a felkészülés fizikálisan nehéz. Sok kérdésre akkor kapunk választ, hogyha erősebb ellenfelek ellen játszunk, és rengeteg kérdőjel van még, hiszen ahogy az előbb említettem, csapat több mint a fele
kicserélődött. Azért látni kell, hogy ki hogy reagál fáradtságra, kikével tud játszani, kikével egyáltalán nem, illetve taktikai dolgok is, mi az, ami működik, mi az, ami nem. De az elején mindenképp azt szerettük volna, hogy ne az legyen, hogy mi támadunk 50 percen keresztül, hanem inkább fordítva, és talán ebből többet tudunk tanulni, és hát a szeptemberi programot szerintem Ákos elmondja. Ákos meglepődve néz, hogy mondja, DVTK ellen zártuk, azt tudom, szeptember 24, és igen, aztán kezdődik 29-én. Igen, 29-én igazából egy oda-vissza meccset játszunk, hát utána még nyilván felkészülünk az első mérkőzésre, ugye. Reméljük, hogy addigra, amit az Artyom sem mondott, hogy minden klapolni fog, a gépezetben nem lesz homokszem se. Hát srácok, én nagyon szívesen elbeszélgetnék itt ebben a kellemes hangulatú trióban, itt velem együtt kiegészülve, de sajnos lejártam a műsoridőnk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és hát akkor figyelemmel kísérünk titeket. Bízunk benne, hogy minél többször jöhettek majd ide a jó eredmények kapcsán. Jó munkát, sok sikert, és akkor találkozunk szeptember végén. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, remélem, hogy önök is élvezték a mai adást, a következő héten is várom önöket a viszontlátásra.